Az oroszországi Kazány ezekben a napokban ad otthont a vízes sportágak világbajnokságának, amelyet augusztus 8-ától a Masters világbajnokság követ majd Tatárföld fővárosában. A nyíregyházi Szokó Diána az év eleje óta készül az esztendő számára legfontosabb megmérettetésére, amelyen négy számban áll majd rajthoz a háromszoros szenior Európa-bajnok úszónő. Kezdjük a 800 gyorsai 10-én, hétfőn, utána 200, hát 200 gyors, utána van három nap pihenő, utána 400 gyors, nagyon-nagyon nehéz lesz úszni. Hát reméljük a pihenő alatt azért tudunk pihenni, és egy kicsit. Megnéztük a startlistát, szép kilátásaink vannak a versenyre, reméljük érmet tudunk hozni. Egyet, kettőt vagy hármat, majd meglátjuk. A nyíregyházi úszónő napi két edzéssel készül a világbajnokságra, amelynek kezdetére edzője szerint is sikerül majd tökéletes formába lendülnie. Úgy gondolom, hogy valóban jó formában van. Amikor elkezdtünk dolgozni, egy célt megfogalmaztunk, ez pedig egészen konkrét volt, az, hogy 10 perc alatt kell úszni 800 méter gyorsan. Ezt már Hollandiában elérte, május végén, úgyhogy egészen sikeresnek mutatunk már a felkészülés, és nagy bizalommal várjuk a kazanyi világbajnokságot, és szép reményekkel. A Masters világbajnokságra 14 korosztályban több mint 100 országból közel 6000 résztvevőt várnak a szervezők.